Sziasztok! Nyár 2022 a bakoknak. Mit mond az univerzum, mire figyelmeztet? Spirituális útmutatás, mindenki meg fogja találni a saját kártyáját. Egyes ház, ez maga én. Hogyan fogom érezni magamat? Mi jár a fejemben? Egyes ház és csodálatos nagy arkánum, maga az előrehaladás, az előremenetel, az akarat, az ambíciók, a sikerhez, elérni a sikert, elérni a célt, a kitűzött célt elérni. Csodálatos. A kettes ház, ez a pénz, amiért megdolgoztunk, az önértékelés, és itt jönni fog a pénz, bizony. A munkáért meg fogjátok kapni a pénzt, és lesz még annyi pénz is, hogy fogtok tudni segíteni másokon. A hármas ház, ez a kommunikáció. Kommunikáció a családtagokkal, a szomszédokkal, tehát a közeli környezettel. A dokumentumok, az információ. Fontos információ bizony, és kijött a nagy árkánum, a remete. Fény derül valamire. Fényt fogtok deríteni. Egy fontos információ kitudódik. Egy fontos titok eset. Fény derül a titokra. Dokumentumok. Kutatni a dokumentumokban. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a Sherlock Holmes. A négyes ház, ez maga az otthon, az otthonháza, az otthon melege, a ház, a lakás. A stabil, valami stabil, a család. És úton vannak az érzelmek, úton van az érzelem, a szerelem, a szeretet, az otthon melege. Valaki tényleg már meg akar állapodni, hogy elegem van ezekből a jött-ment kapcsolatokból, családot akarok alapítani. Hát akkor tessék rajta! Nagyon szép, csodálatos, pozitív, érzelmes kártya. Az ötös ház, ez maga a szórakozás, a boldogság háza. Ez maga az örömház, a sport, a nyaralás is ide tartozik, és öröm. Örülni fogtok az életnek. Örülni fogtok annak, ami jön. Tehát a nyár nagyon is boldogságos lesz. Hobbi. Olyan dolgok, ami bizony-bizony, hogy boldogítják az embert. És megint csak az érzelmek. Tele lesz érzelemmel, és valakinek teljesülhet a vágya is ezen a területen. Az ötös ház szórakozás, tehát hobbi, sport, nyaralás. Csodálatos nyaralása lehet valakinek. Megyünk tovább, hatos ház, ez egy kicsit nehezebb, ez maga a munka, ha tetszik, ha nem tetszik nekünk, ezt meg kell csinálni, az egészség. A betegség is ide tartozik, a kórház, a háziállatok is ide tartoznak, az akadályok is ide tartoznak, de egy csodálatos lap jött ki. Megint a kelyhek, tehát a harmadik kehely egymás után, és ez a tízes, a kis arkánumban, ez az utolsó, a befejeződés. Tehát a befejeződés maga a kilences, a tízes, ez már az élvezet. Ez már élvezzük azt, amit elértünk. Itt az álmok, a vágyak valóra váltak. Itt habzsoljuk az életet nagy ízűen. Tehát ott lesz az a boldogság, kinek mi. Valakinek egy csodálatos álma valóra fog válni, nyaralással kapcsolatos? Igen, meg lesz. Valakinek házasság, esküvő, az is lehet. De most a hatos házról beszélünk, az tehát a munka és az egészség terület inkább.
a munka és az egészség terület. Azért nézem, itt három darab kehely jött ki, tehát itt ugye a szórakozás is, az otthon az is kehely, és a munka is kejhek. Jó, hát ezek csodálatos pozitív lapok. Megyünk tovább. Hetes ház, partnerség, házasság, személyes vagy üzleti partnerek, mi vár itt? Jönni fog a megfelelő partner a megfelelő időben. Nem kell kapkodni, nem kell sietni. Jönni fog. A nyolcas ház, ez maga a nagy pénz. Az idegen pénz, amit használhatunk, ez maga az idegen energia. A nagy pénz, ez így van, lehet lottónyeremény, lehet valakinek örökség, egyszerűen egy nagy anyagi ajándék, ez is lehet. Az élet és halál háza. Viszont itt jön egy erős tüzes energia ezen a területen. Valaki lezárhatja a hitelét, simán lehet. Vagy rendeződnek az adóügyek. Ez is lehetséges. A kilences ház, minden, ami külföld, az ide tartozik. Az utazások, a tanulás is ide tartozik, a horizontok kiszélesedése. Idegenekkel való kommunikáció, nem rokonokkal figyelmeztetés. Tehát ezen a területen, kilences ház, itt lehetnek energiai vámpirok. Itt lehetnek irigyek, tolvajok. Vigyázni kell, főleg amikor utazunk, vigyázni kell a személyes dolgokra. Nehogy probléma legyen ebből, tehát a tolvaj, a rossz akaró, az ott van a háttérben. Nem nagyon kell megbízni idegen emberekben. Tízes ház, ez maga a karrier, az ambíciók, a célok, a legnagyobb célok, a státusz, és itt előrehaladás. Úton vannak már a lehetőségek, és fel lehet menni azon a bizonyos lépcsőfokon. Amire figyelmeztet a kártyalap, nem kell kapkodni semmit, lépésről lépésre kell haladni, és meg lesz az eredmény. Tehát siker a karrierben. A 11-es ház, ez maga a barátság. Minden, ami internet, közösségi média, csoportos tevékenységek, és az álmok valóra válása egyébként, és itt van az álom. Teljesülhet egy nagy kívánság, bizony-bizony, új örömforrás, ez maga ajándék az univerzumtól, ez maga a grál, ez maga az egyik Jolly Joker. Tehát 11-es ház, ahogy mondtam, ez bizony, hogy az álmok háza. Tehát valakinek teljesül. Egy nagyon nagy kívánsága, egy régi kívánság teljesülhet. A 12-es ház, ez misztikus ház. Ez láthatatlan világ, ez maga a távoli földek, az egyedüllét, az izoláltság, a titkos félelmek. Na nézzük, de... Szerencsés fordulat. Nagy árkánum, maga a szerencsekerék. Tehát itt jönnek a szerencsés fordulatok. Csodálatos. Úgyhogy minden rendben lesz. Szerencsés befejeződés, mert a 12-es ház, ez maga a befejeződés. Ez maga a múlt lezárása. Húzunk még egy kártyát. Egy figyelmeztetés. Tessék, és az érmi királya, és ezek ti vagytok. Ez a föld energia. Ilyen királyok lesztek egész nyáron. Ezt ki kell használni. És akarni is.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!